Ez egy allergén teszt sor. Van benne olyan allergén sor, amivel állandóan találkozik a beteg, házipor, háziporatka, kutya, macskaszőr, gombakeverék, amivel a lakáson belül találkozhatunk, és van benne egy olyan sor, ami a pollen sor, abból is a leggyakoribbak. Ez egy standard légúti allergia teszt sor, ezt mindenkinek feltesszük, amennyiben antihisztamint nem szed. A prick teszt más néven a bőrpróba vizsgálati módját magyarázza Obbágy Veronika, tüdőgyógyász. A fiolák gyárilag tisztított allergéneket tartalmaznak, ezek az alkarra csepegtetve reakcióba lépnek a szervezettel. Az adott allergénnél megjelenő bőrtünet pedig allergiát jelez. Januártól októberig egymást érik az allergia szezonok. Most többek között a parlagfű pollenek okoznak, egyeseknél akár komoly tüneteket is. A virágpor levegőben mért koncentrációja ugyanis fokozatosan erősödik. A szakemberek azt látják, évről évre nő az allergiások száma. Ráadásul bizonyos allergének szezonja korábban kezdődik. Legfőképpen most a parlagfű az, amiből nagyon magas koncentráció van, pedig ugye inkább augusztus második felében szokott lenni, már 2-3 hete jönnek a betegek panaszokkal, nem csak a szénanáthás panaszokkal, ami ugye a szemviszketés, szemkönnyezés, ordugulás, orviszketés, hanem asztmatikus jellegű panaszokkal is. Köhög, főleg ilyen durva, kínzó, száraz köhögés, sípoló mellkasi légzés, úgyhogy sajnos egyre több a beteg. Gyerekek között is egyre több az allergiás beteg. A szezon idején inkább a tünetek enyhítése javasolt a szakemberek szerint. Enyhe panaszok esetén szemcsepp és természetes összetevőket tartalmazó orrspré vagy orröblítő is hatékony lehet. Erősebb tünetekkel azonban már szakorvoshoz kell fordulni. Az allergia pontos okát érdemes a gyógyszermentes időszakokra időzíteni. A bőrpróbát például antihisztamin szedésekor nem is lehet elvégeztetni. Ha én felteszem a bőrpróbát, az sem lesz pozitív, mert szedem azt a gyógyszert, ami mérsékelje a válaszreakciót. Olyankor, ha mindenképpen tudni szeretnénk, hogy mire allergiás, akkor vérvételt nyugodtan lehet indítványozni, mert a vérből akkor is kimutatható a bizonyos allergén elleni ellenanyag, hogyha szedem a gyógyszert. Csak ehhez az kell, hogy magas szintje legyen az ellenanyagnak. De én mindig azt mondom, hogy inkább várja ki a beteg, még nem szedi az antihisztamint. Antihisztaminból sem mindegy, hogy melyiket, van amelyik nagyon álmosít, van amelyik kevésbé, van amelyiknek van keresztreakciója más gyógyszerrel, van amelyiknek nincs, tehát érdemes az antihisztaminnál is orvoshoz fordulni. Pedig hát ugye a betegeknél az egy jellegzetes statisztika, hogy a szénanáthásoknak körülbelül csak a 20%-a aszmás, viszont az aszmás betegeknél a 80%-a szénanáthás tünetekkel is rendelkezik. Tehát ehhez meg orvos kell, hogy ezt eldöntse, és kell-e aszmás, enyhe aszmásként is kezelni a beteget. A szakember szerint a panaszokat azzal is enyhíthetjük, ha a számunkra gondot okozó növények virágzásakor a lehető legkevesebb időt tartózkodunk a szabadban, illetve a kültéri programokat inkább délutánra szervezzük. Segíthet a kora reggeli és késő esti szellőztetés, ilyenkor a legalacsonyabb ugyanis a pollen koncentráció. Érdemes gyakrabban hajat és kezet mosni, valamint a napszemüveg viselése is hasznos lehet ilyenkor. A tünetek enyhítése érdekében javasolt még a pollen előrejelzés folyamatos követése, amit külföldre utazás előtt is érdemes megnézni.